2016. október-novemberben amerikai támogatás keretén belül a Magyar Honvédség 86. szolnok helikopterbázisra érkezett az önök előtt látható JPEG szimulátor. In order to support the air and defense forces in JPEG training, October 2016, the JPEG simulator that you can see here in the room arrived here at the 86th Solo in the Bunker Base. Felkérem miniszter urat és Donald Békeresztényes urat a szalag átvágására, melyet hivatalosan is átadásra kerül a szimulátor. May I ask Minister of Defense and the U.S. Defense Attaché to cut the ribbon so that officially the equipment will be inaugurated. Teszi ezt a feladatot azért, hogy a szárazföldi parancsnokok azt a célt küntessék le a támogatásukra rendelt repülőeszközökkel, amelyek akarnak, és amivel elkerülhető az, hogy civil járulékos veszteségre, illetve baráti tűzre kerülhető között három fő munkaállomásból áll. Az első munkaállomáson, ami a szárazföldi mögött helyezkedik el, a tényleges anyag az egész eszköznek. Itt történik a harcászati helyzet irányítása. Ezt jelen helyzetben Bakcsi Dávid százkutat, a legtapasztaltabb JTEC oktató és vizsgáztató fogja megvalósítani. Kérem, foglalj helyet. Ő fogja a kapacitásban is, ugye? Illetve azért, hogy a támogatásra rendelt repülőeszköz valósan is irányítsa valaki, ezért érkezett a százados, illetve főhadnagy úr, százados úr, harcákrendes százados úr, tapasztalt Mi-24-es pilóta fogja végrehajtani a Mi-24-es harci helikopterek irányítását, illetve Tötös Robert főhadnagy úr, Gripen pilóta, aki már szintén az eredeti repülésjelből több valós rávezetés hajtott végre, ő fogja a szimulátorban betáplálni a harcikirányítésben jelen környezetben irányítani, és biztosítani azt, hogy a tűzcsapások arra a célra következnek, amit a szárazföldi parancsnok is akar. Miniszter úr, kérem, fáradjanak utána.
Simon 4-1, Archer, go. Simon 4-1, contact. Az eredetott repülésre nyitóknak az eszközkészlete, ami ki is volt oda statikusan rakva, a legfontosabb nyilván a rádió. Tehát az irányítónak azért van általában két kézi rádiója, mert egyfelől tartja az összeköttetést a légi eszköz irányába, ez a legfontosabb, de ugye a szárazföldi parancsnokkal is folyamatos kommunikációba kell lennie, mert nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy az irányító az előtöltetésnek nem maga hajtja végre a feladatot, nem maga határozza meg a célt, hanem mindig a parancsnok mondja meg számára, hogy mi legyen. És ugye fizikailag nem mindig vannak ugyanazon a helyen. Ezért ugye nyilván a szárazföld irányába is kell az összeköttetés. Tehát a két rádió az alapvető, ezen kívül ugye nyilván térkép tájoló. Ezek a legalapabb felszerelések. Minden más, ami ezen felül van, az irányítónak a munkáját, meg a célazonosítást gyorsítja. Ilyen felszerelés, ugye itt látszik a GPS. Ez a Dagger általunk is használt GPS-nek a szimulált változata. Gyakorlatilag ugyanazt csinálja, amit a terepen a Dagger GPS-szel az irányító. Tehát ugyanazokat a funkciókat tudja, ugyanúgy kell programozni, ugyanúgy mutatja a célkoordinátákat. Aztán van még egy nagyon fontos felszerelés, nyilván a távcső, és ebbe a távcsőbe, ami itt van, úgy nevezik, hogy Ranger, ebbe beleintegrálásra került nem csak a lézeres céltávmérő, amivel ugye tehát a célnak a távolságát, irányszögét, GPS-től összekötve akár a koordinátáját is megtudhatja az irányító, hanem ebben az eszközben bele van integrálva még a lézeres cél megjelölő eszköz is, ami itt volt, ha emlékeztek rá, itt volt bal oldalon, azt nyilván egy kicsit macerásabb lett volna külön azt is berakni, úgyhogy integrálták bele ebbe az eszközbe azt is. És akkor nyilván még a távcső. De egyébként ezen kívül ugye még ott volt a rover rendszer. A rover rendszer az egy olyan rendszer, ami a vadászgépeknek az oldalán van egy célfelderítő konténer. Ezen a konténeren van egy optika, ezzel az optikával ő folyamatosan követi, hogy mi zajlik a szárazföldön. És ad egy képet. Na most ezt a képet a megfelelő műszerezettséggel le is tudja küldeni az irányító számára, és az irányítónak, ha megvan ez a vevő képessége, akkor ezt a képet kapja, meg is kapja. És gyakorlatilag az irányító ugyanazt látja, amit a pilóta lát. Ez a célazonosítás borzasztóan meggyorsítja, borzasztóan egyértelművé teszi. Van ennek egy másik előnye is, hogy az irányító úgy is végrehajthatja a feladatát, hogy bent van a műveleti központban. Tehát ott egy zászlóparancsnok mellett csücsül, ott van előtte a rover rendszere, a gép az valahol 20-30 km-rel arrébb hajtja végre a feladatát, vagy műholdas kommunikáció esetén, Afganisztánban egyébként ilyenre van példa. Tehát mondjuk Kabulból irányítják a légi eszközök csapásait Észak-Afganisztánban. És akkor ugye gyakorlatilag megvan a pozitív azonosítása a célnak, valaki magas rendfokozatú, vagy aki éppen felelős az engedély kiadásáért, engedélyezi a tűzcsapásokat, és akkor gyakorlatilag az irányító, anélkül, hogy fizikailag ott lenne a helyszínen, kiadhatja az engedélyt. Nyilván a megfelelő lépések betartásával. Az ilyen megfelelő lépések betartása között ott van, hogy a célnak az egyértelmű azonosítása, ez a positive identification. Ezen kívül ugye nyilván van a collateral damage estimation, tehát hogy a járulékos veszteségeket felbecsülik, és hogyha ezekbe a zónákba bármilyen civil keveredik, akkor nyilván a parancsnok súlyoz, hogy ennek ellenére kiadja az engedélyt arra, hogy a tűzkiváltás megtörténjen. Ahogy a valóságban is, csak most szimulált környezetben hajtja végre, költséghatékonyan. Ez az óriási előnye. A másik dolog, hogy egyre több szimulációs feladat számolható el képességfenntartás célból. Ugye ez kivált Gripen időt, de, és itt óriási nagybetűvel jegyzem meg, a szimulált környezet soha, de soha nem fogja kiváltani a valós körülmények között végrehajtott rávezetéseket. Legyen szó gyakorló feladatokról, mert az minden esetben egy stresszfaktor,
a mozgás, a tűzimitáció valós környezetben soha, de soha nem lehet kiváltva ezáltal az eszköz által. Viszont egy óriási pluszt a kiképzésnek, hiszen itt van helyben, ahogy már mondtam, a bevezetőben is regionális szinten egyedülálló, tehát itt 5 méteres drón szimulátor, a környéken sehol nincs. A letteknek van 3 méteres szimulátora, a cseheknek van egy egyszerűbb szimulátora, a szlovének most terveznek beszerezni egy szimulátor, de az is csak képernyős lesz, tehát nem 5 méteres drón szimulátor.